Szerűen, ha jól lejjezetek. Hogy ez ezt így a mai napnak a motójaként. Valad a pár is van, hát igaz. Ez egy nagyon jó angol ügynökség.
A hullám az egy olyan rezgés, ami tovább terjed egy C sebességgel, azt ott a sárga nyilaska jelzi. A két hupli távolságát a lambda jelöli, ez a hullámhoz, és a huplinak a méretét az abban jelöljük, ezt amplitúdónak hívjuk. De, hogyha azt mondjuk, hogy a vízszintes tengely az nem egy térbeli hely, tehát nem egy fényképet látjuk egy hullámnak, hanem azt nézzük, hogy konkrétan egy ponton megnézzük, hogy a hullám mit csinál egy adott mértani helyen, és azt mondjuk, hogy amit a vízszintes tengelyen látunk, az az idő, akkor más van, akkor mást jelentenek ugyanezek a paraméterek, de ugyanilyen alapú. Tehát a hullám az olyas valami, ami térben is, meg időben is periódikus. A rezgés az csak időben periódikus. Egy hullámpala a háztetőn az meg csak térben periódikus, de a hullám, ami így egy terjedő hullám, az mindkettő értelemben periódikus. És ez jó. Na most többféle hullám van. Ugye a standard hullám az például a vízhullám, vagy most a hullámok demonstrálására van egy ilyen eszköz, amivel általános iskolás korunkban játszottuk. Ugye kettőféle hullám van döntően. Az egyik például, amit ezzel így lehet kelteni, az a transzverzális hullám. Ez azt jelenti, hogy ha most ez elég hosszú lenne, mondjuk kihúzhatjuk, több fognál a végét. Ja, és akkor mondjuk itt végig küldök rajta egy huplit, akkor ez persze sok mindent csinál, visszapattam, visszaverődik, ez egy tök más dolog, de hogyha egyetlen egy hatást indítok el, az végig megy rajta. Úgy, és úgy megy végig, ettől lesz transzverzális a hullám, hogy a hullám terjedési irányára merőleges a kitérés. Egy ilyennel longitudinális hullámokat is lehet kelteni, azaz olyas valamit, amikor az információ terjedés irányával megegyezik az is, amerre a dolog rezeg, tehát ezt például így lehet csinálni. Most jó, ez most mindkettő egyszerre, de amit most akartam mutatni, hogy ezek itt előbb azt is kellett volna látni, hogy itt összesűrűsödik valami. Na most itt az a nagyon fontos felismerni való, köszönöm, most melegedheted, hogy az a nagyon fontos felismerni való, hogy itt az információ ugyan terjed, de egy maga egy ilyen kis bizbasz, ez csak jobbra-balra rezeg. Tehát anyagtransport az nem történik, csak információtransport. Vagy valamilyen komolyabban hangzó kifejezéseket is belúgjuk. Az olyan hullámok esetében, mint például egy színusz. Vannak brutálisabb hullámok is a világban, például a cunamik esetében fellépő nagyon nagy amplitúdójú, tehát nagyon nagy huplijú hullámok, azok nem olyanok, mint amilyen hullámokkal itt egyfolytában foglalkozni fogunk. Ott már képesek a hullámok arra, hogy konkrétan vigyenek magukkal részecskéket. Tehát nem az van, mint itt, hogy maga a részecske az nem mozog, csak jobbra-balra vezeg, és maga az állapot terjed tova, hanem a nagyobb amplitúdói hullámok tudnak ilyen tulajdonságokat is, hogy visznek magukkal anyagot. Hát ilyenekkel nem nagyon fogunk foglalkozni, de azért nem árt, ha tudjuk, ezeket például lökéshullámoknak hívjuk. Amíg beszélünk, addig nyomás hullámokat keltek, amit konkrétan így néznek ki. Ez tök jó pofa, mert itt az van, hogy... Na és ezért jó ez a nagyszerű Dell, mert itt kitűnően megy az animáció, nem úgy, mint az én gépemmel. Tehát ott van egy piros valami, amit rezgetek. Ugye mondtam, hogy a hullámokat mindig egy rezgés kelti, és ott konkrétan egy piros valami rezeg. És ez egy szimuláció. Ez annyit csinál, hogy meglöködi a részecskéket. Most tök jó lenne, hogyha itt lenne olyan alkalmazás, hogy egy masnit rákötök az egyik részecskére, mert akkor látnánk, hogy egy részecske az továbbra is csak jobbra-balra rezeg. A hullámfrontok, tehát az info, az megy balról jobbra. Hát miközben rezgetünk valamit, mondjuk most éppen én a hangszálaimat, vagy hangszalagjaimat, hogy ti tudjátok, hogy micsodát. Na szóval, hogyha miközben így ízé, akkor pontosan így rúgdalom az atomokat a levegőben, vagy molekulákat. Persze. Nem lehet valami programban egyet, vagy kettőt megszínezni? De. Csak már is kiderül. Majd hozok egy olyat, ez csak egy animált gif. Én tudok ilyet csinálni jövő hétre, akkor csinálok jövő hétre egy olyat, hogy kiválasztunk egyet. De egyébként a lábfokozat szükre regulálci, csak elmondja. Jó, de mondjuk ez fonetik olyan, hogy legyen szíves fókuszálni, amikor arra sem lehet, hogy kérdezni. De nem érted, hogy az a fókusz. Igen, lehet, nem mondjuk egyet. Jó. Akkor nem adta egy Na, hát egyébként akkor ezt úgy kell érteni, hogy ez longitudinális? Ez egy longitudinális.
ideális hullám így van, mert látod pontosan. Mert ugye semmi nem, mert ugye pontosan abban az irányba megy az info. Vagyis tehát ezek most minek a hullámai? Ezek sűrűség hullámok. A részecskék a sűrűségnek a hullámai. Tehát, hogyha azt rajzolnánk ki, hogy egy adott függőleges oszlopban hány részecske van, akkor az adná ki ezt az alakot. Tehát itt most nem maga a hullámnak van ilyen alakja, mint a transzverzális hullám esetében, hanem a részecske sűrűségnek, és hát ahol sok részecske van, az mit jelent? Ott nagy a nyomás. Tehát ez egy nyomás hullám, sok részecske, nagy nyomás. De látható, hogy a részecskék a látszattal ellentétben nem másznak odért. Ott az a határfeltétel egyébként a végén, azt nem mondtam, mert azt nem mondtam, a széléről visszaverődnek a részecskék, jó? Tehát oda nem nincs behúzva egy függőleges fal, tehát a piros dugattyú, az ott mozog balra-jobbra, az oké, de a másik végén egy falat kell elképzelni, arról pattannak vissza. Ez majd fontos lesz. De anélkül is igaz lehet. Na itt van ez a magyarázat, amiről beszéltünk, hogy a különbségek a transzverzális és longitudinális hullámok között. Ez hasonlít arra, mint az előbb láttunk, tehát itt valamiknek, mondjuk konkrétan ennek a rugó esetében, na most mindig transzverzális lesz belőle vasszus, de értitek, ugye? Tehát, hogy ping. Na ez most egy szép longitudinális módus volt, amik hát nem adta az energiáját a transzverzális módusnak. Szóval ez a rugó, ez konkrétan egy rossz példa az egészre. Nagyon jó példa a longitudinális hullámkettősre, például bármi más. Hát például egy hangszer, vagy egy tüdő, vagy akármit, de ez például mutatja, hogy nem menő. Tehát az a nyugalmi állapota, úgymond a részecskéknek. Most csak azért nem pöttyöket rajzoltunk, hogy messziről is lehessen látni. Most pálcika alakú részecskék vannak a rugóban, de mindegy. És akkor ezek így rezegnek jobbra-balra, és közben mászik ez a hullám alak, miközben a részecskék nyugton maradnak. Hát hogy lehet? Hát a hang az meg ilyen. Tehát itt most be van mutatva ez a kettő dolog, hogy amikor rezgetünk egy hangvillát, amit az A állapot mutat, amikor a hangvillában még nem csináltunk semmit, aztán megütjük a szerencsétlent, és akkor ennek köszönhetően ott összenyomja egy kicsit a gázmolekulákat, persze az nekik nem jó, tehát amikor egy sűrűség kialakul a természetben, az szét akar folyni. Nincs rá különösebb oka. Tehát ő igyekszik szétfolyni, csak közben majd kap még egy pofont, és kap még egyet, és még egyet, és akkor ez váltja ki azt, amit láttunk az előbb is az animációban, így keltünk hangokat. Hát ez már kb. A harmadik ábra volt ugyanarról, tehát minden rendben. Na most itt egy nagyon jó pofa dolog, már azt láttuk a kis méhecskét, amint úszik. Ez egy nagyon fontos dologra hívja fel ez a méhecske a figyelmet. Az egeremet látjátok ti? Nem látjátok. Én se egyébként. Na mindegy. Szóval a hullámokat össze lehet adni. Ez nagyon jó, tehát például ő egy hullám, és akkor én elkezdem őt így duplán rángatni, és közben visszafogtam, és akkor már egy másik alakzat fog kialakulni. Például most dupla frekvenciával látom, most például egy ügyezet első felharmonikusan alakul ki az alaprezgésnek, mert most a középen van nyugalomban. Na mindegy, ezt majd később meglátjuk, a lényeg az, hogy több hullámot össze lehet adni. És ezt csinálja a kis méhecske is, ez nagyon aranyos, mind a két szárnyával csapkod, de a két szárnya egy picit máshol van. Ugye, hogyha csak egy szárnyával csapkodna, akkor gömbhullámokat keltene. Hát annak a víznek a tetejéről beszélünk, ezek ugye transzverzális hullámok, tehát itt nem gömbhullámok, hanem síkhullámok vannak, amik kör alakú frontokat alkotnak. Tehát itt csak, ez le lett törölve, de jó? Tehát itt a méhecske egyik szárnya, és akkor ő kelt hullámokat, amik mennek tőle kifelé. Most itt van a méhecskének a másik szárnya is, az is egyébként ugyanabban a fázisban, tehát egyszerre csapkod a szerencsétlen, amennyire tud, az is megy kifelé. Na most ugye, itt találkoznak hullámok, és akkor több dolog is történhet, amikor hullámok találkoznak. Erősíthetik, vagy kioldhatják egymást, erről majd láthatunk dolgokat később. De amiről most a képen föl szeretném ütni a figyelmet, hogyha ezt az ember kiszámolgatja szépen, akkor kiderül, hogy középen, ugye ez egyszerű, hogy azon a vonal mentén, ami ugyanolyan messze van a két szárnyától, ott mindig ugyanabban a fázisban találkoznak a hullámok. Ugye? Tehát akkor az történik, hogy ugyanakkor érnek oda a huplik, tehát azok erősítik egymást. És vannak olyan területek, ahol meg kioltják egymást, kiderült
hogy ott meg ilyen felületek mentén történik kioltás, amiket egyébként hiperbolának hívnak, de most lényegtelen. Ilyen felületek mentén meg kioltódik. És az a vicc, az a csodálatos az egészben, hogyha ránézünk arra, amit a víz felszínén látunk a képen, akkor tényleg azt látjuk, hogy ezen ívek mentén, hogyha látjuk, mintha lenne valami ilyen mintázat. És a legjobb a bácsi a bal felső sarokban, misztikus módon a Bell laboratóriumban találtak valami módszert arra, hogy úgy fényképezzenek, ez még az 50-es években készült fénykép, hogy hanghullám alakokat fényképezzenek, és tök ugyanazt látjuk, tök ugyanaz a jellegű dolog van. Tehát itt most, mit látunk, itt most nem longitudinális hullámokról beszélünk, tehát ami fényesebb, ott sűrűbbek a részecskék. Valami brutál kamerával sikerült csinálniuk egy ilyen képet, ami a részecske sűrűségre érzékeny. Valahogy por részecskéket szórtak fél a levegőben, amik valamilyen fényben villantottak egy nagyot, és azok pont abban foszforeszkáltak, és ahol több volt belőlük, ott fényesebben világítottak. És azt látjuk, hogy már tök független jelenség a méhecske meg ez, ráadásul az egyik transzverzális hullám a másik longitudinális, mint megbeszéltük, mert itt hanghullámok válnak láthatóvá, de mégis az van, hogy ott látjuk, hogy ebből a hangszóróból hasonló dolog jön ki, mert ott is a több független hangforrás, a több lyuk, amiből kijön a hang, azok úgy erősítőgetik, kioltogatják egymást, mint a méhecskének a szárnyai kettő hullám. Most egy kicsit mutatnék erre példát. Itt van például egy olyan példa, amikor két hullámot összeadult, amik találkoznak. Na most ez azért egy jó példa, mert ez két ugyanolyan, amiket eddig tanultunk, most, vagy most ezek mondjuk rezgések, jó? Nem is feltétlenül kell, hogy hullámok legyenek, de tekinthetitek, ahogy akarjátok, de mondjuk a hullám hossza, hogyha hullámokról beszélünk, akkor a hullám hossza az az alsónak a felsőnek is tök ugyanaz. A sebességük is. Egy dologban különböznek, hogy egy picit el vannak csúsztatva. De bocsánat, de egyébként a hullámhosszuk nem tök ugyanannyi, bocsánat, nem tök ugyanannyi a hullámhosszuk, hanem egy nagyon pici különbség van a hullámhosszban. Vagy hogyha időfüggvényeként képzeljük el, akkor a periódus idejükben. Jó, tehát abban az időben, ami ahhoz kell, hogy a bal oldalon két hupli bejön egymás között, annak kb. Van egy ilyen periódus ideje, és egy icipicit el van hozzá képest hangolva az alsó, tehát annak egy árnyalatnyit nagyobb a periódus ideje. És a kettő találkozik, tehát összeadjuk a két függvényt, és akkor az keletkezik, amit abban látunk. És döbbenetes, hogy megjelenik, ezt hívják lebegésnek, ez egy nagyon érdekes jelenség, hogyha nem pontosan ugyanannyi a periódus ideje a két hullámnak, amit találkozik, hanem egy kicsit el van csúszva, akkor megjelenik egy ilyen, látjuk az összegükben, hogy van egy ilyen mintázat, aminek sokkal rosszabb a periódus ideje, mint a felső hullámoknak. Hogyha a frekvenciáról beszélünk, ugye a frekvenciáról az időegység alatti periódusok száma. Tehát a periódus 1 per periódus idő, tehát minél sűrűbb a hullám, olyan rezgés, annál nagyobb érték ez. És hogyha mondjuk egy picit, van a kettőnek a frekvenciája között egy különbség, mondjuk az egyiknek a frekvenciája, mit tudom én, F1 egyenlő, ez mennyivel jön be, mit tudom én, 1 másodperc alatt van 2, mit tudom én, akkor ez azt jelenti, hogy 2 1 per másodperc, vagyis 2 Hz, és akkor mondjuk a másik hullámnak a frekvenciája meg mondjuk legyen 2,1 Hz. Oké? És ilyenkor az történik, hogy ami megjelenik, rezgés, alapmódus, az a kettő frekvencia különbségével fog oszcillálni, ami 0,1 Hz. Tehát ez azt jelenti, hogyha ez mondjuk tényleg igaz lenne, akkor a különbségi jel ez az F2 - az F1 frekvenciával fog rezegni, ami 0,1 Hz. Ami azt jelenti, hogy 10 másodperc alatt jön be egy hupli abból, ami összeadódik. Ezt hívják lebegésnek, és ez nagyon
jópofa dolog. Tehát így ezt a hangoláskor szokták használni. Hangoljuk be valamit. Ugye van egy gitárom, és akkor van még ezen kívül egy ilyen hangológépen, és a hangológép az kiadja a 440-esát mondjuk, és amit ő mér, az, ez a jel alak, ez az intenzitás, hogy amint ő szól, meg az én gitárom szól, ez a kettő együtt szól, akkor egy lebegés fog megjelenni. És a lebegésnek a frekvenciájából meg fogja tudni határozni azt, hogy mennyivel kell odébb hangolnom. Meg fogja tudni határozni azt, hogy mennyi a különbség az én frekvencián, meg a elérni kívánt frekvencia között. Tehát ezt valahogy úgy hangzik, hogy az egyik az a másik még kicsit alatta van, de csak egy icipicit, és akkor ami kialakul összekép, az tehát ezt itt lehet hallani, konkrétan ezt a jelet. Ilyen dolgok vannak, amikor nem ugyanolyan frekvenciájú hullámok vagy rezgések találkoznak. De persze bonyolítani lehet a világot. Olyan is van, amikor tehát mindent lehet tekergetni, amit akar az ember. Mondjuk lehet tekergetni, most mondjuk azt, hogy mindegyik ugyanolyan sebességgel megy, másmilyen hullámban, vagy másmilyen frekvenciával. Most beszélünk elsősorban rezgésekről. Ezt a három hullámot összeadom, és akkor valami ilyesmi történik. Ami alul van sötétkékkel, az az összegük. Itt nagyon sok mindent, ez már bonyolultabb, mint a lebegés, mert itt különböznek. Itt egy csomó paraméter különbözik már, de az a szép az egészben, hogy ez csak annyi az üzenet, amire majd vissza akarunk térni, hogy mindenféle hullám alakot ki lehet keverni színuszokból. Egészen durva dolgokat is. Nézzük meg, van ez a szimpatikus francia fiatalember, Jean-Baptiste Fourier. Ő egy nagyon kalandos életű ember volt, rengeteg mindent csinált életében, aztán végül úgy halt meg, hogy Napóleon kinevezte Egyiptom királyának. Tehát tényleg nagyon minden partiban benne volt, de emellett hobbiból rengeteg ideje jutott matekozni is. És ő alkotta meg azt a tételt, gyakorlatilag bármilyen periódikus jelalakot ki lehet keverni színusz hullámoknak az összegeként. Hogyha a színuszokat megfelelően tologatjuk egymáshoz képest. Ha hiszitek, ha nem, hogyha a felső ábrán látható színusz hullámokat összeadjuk például, akkor azt kapjuk, amit az alsó ábrán látunk, meg mint a hullámosabbikat, ami már egész jól közelíti például azt a négyszögletes jelalakot. Nem tudom, 1, 2, 3, 4, 5, mondjuk kb. 5-6 színusz összeadásával, ugye ezeket lehet tologatni egymáshoz képest, azt úgy hívjuk, hogy a fázisukat lehet tologatni, a nagyságukat, az amplitúdójukat lehet változtatni, és a hullámhosszukat, vagy periódus idejüket is lehet változtatni. Egy biztos, hogy ezeket a szabadsági fogokat ezt mi minden tudunk élni, de ki tudunk belőle keverni egy ilyet, és hogyha még hozzáadnánk 30 másik színusz hullámot, akkor olyan szép, ilyen szögletes jelalakot lehetne kikeverni, hogy már nem is vennénk észre az ábrát, hogy nem tud ugyanolyan. Ez vezet el a Fourier spektrumnak a koncepciójához, amit az ő tiszteletére Power spektrumnak nevezünk. Na jó, nem tehát, hogy Fourier spektrumnak nevezzük. A Power spektrum, az teljesítmény spektrum, ez az elektronikából megörökölt kifejezés. Igazából nem nagyon lényeges. A teljesítmény spektrum azért teljesítmény spektrum, mert az elektronikában egy elektromágneses hullámnak a teljesítményét azt úgy számoljuk ki, hogy az elektromágneses hullámnak az amplitúdójának a négyzetét vesszük. És innen örököltük. Tehát mit csinálunk? Itt most azt fogjuk csinálni, hogy a bal oldalt látható, most csak az ábrákat kell nézni, a feliratok lényegtelenek, most menjünk fölül. Ott láthatunk egy ilyen, mondjuk egy színusz hullám. Kicsit gagyin van lerajzolva, de az egy színusz hullám. És azt nézzük, hogy ahhoz, hogy azt, amit a bal oldalon látunk, ahhoz milyen frekvenciájú színuszok kellenek. És mennyi kell belőlük, tehát milyen amplitúdójú. Ugye látjuk, hogy például az előző ábrára kattintjuk, hogy messze abból a legnagyobb periódus idejű színuszból kellett a legnagyobb amplitúdó.
mert azt hasonlít a legjobban a négyszög ilyen alakra. Az összes többi az már csak kisebb amplitúdókkal kellett beledobálni a nagyobb frekvenciájú, tehát sűrű színuszokat, mert azokból kevesebb is elég, az már csak ilyen kozmetikázás, tehát jó közelítéssel már az első is egészen hasonlít a hullámfüggőnyre, vagyis az ugrásfüggőnyre, amit ki akarunk keverni. Ez ilyen. Na most nyilván ahhoz, hogy egy színuszt kikeverjek, ahhoz egy darab frekvenciával megáldott egyetlen egy színusz elég. Ezt mutatja a jobb oldali ábra. Tehát, hogyha veszek egy darab színuszt, akkor annak a teljesítmény spektruma az úgy fog kinézni, hogyha, mit tudom én, ő azt állítja erről a színuszról, hogy 5 kHz-es, hát legyen igaza, mindegy, vagy akkor az 5 kHz-nél látható egy darab tüske spektrumban. Ugye a spektrum mondja meg még egyszer, hogy milyen frekvenciájú színuszból mennyit kell összerakni. Alatta látunk egy ilyen bonyolultabb jelalakot. Ugye már láttunk az előbb példát arra, hogy hullámokat adunk össze, hát már mindenfélét ki lehet keverni. Ott konkrétan kettő színuszt látunk összeadva. Az egyik, mint az Isten, pont kétszeres frekvenciája a másiknak. És ugyanakkor a súllyal vannak összeadva. Úgyhogy ezért aztán ki. Akkor ezt kapjuk. És akkor ő itt eljátsza, hogy bonyolítjuk a jelalakokat, összead három színuszt, itt az már így néz ki, mint a harmadik kép, és akkor a Fourier spektrumban, vagy Pauval spektrumban, vagy teljesítmény spektrumban három tüske jelenik meg, három darab ilyen valaminek az összegeként állítható elő, és ők megmondják, hogy mennyi kell belőle, itt mindegyik ugyanannyi. Na most a legalsó ábrán, amikor pont a négyszögjelet csináljuk meg, hát hiszi a piszi, hogy ilyen szép négyszög ilyen lesz, hogyha négyet adunk össze, de mindegy, ott a pont, jó. Na mindegy, a lényeg, hogy ott látunk egy ilyen spektrumot, ott már különböző, mint hogy az előző ábrán is jól láttuk, és hát ez ezzel is összevág, hogyha az ember négyszögjelet akar kikeverni, akkor már trükközni kell, tehát akkor már különböző frekvenciák és különböző amplitúdók, Fourier amplitúdók, vagy különböző teljesítmény csúcsok jelennek meg. Itt még mindig diszkrét csúcsokról beszélünk, tehát konkrétan egy ilyen vonal van. Most a természetben persze ezek a legkevésbé sem vannak így, tehát tulajdonképpen lehet mindenféle Fourier transformálgatni. De... Véletlenül lefourier transformáltam a macskán. Folytonos függvényeket is le lehet Fourier transformálni, igen. Tehát van olyan Fourier spektrum, sőt, hát itt tulajdonképpen csak olyan Fourier spektrumokat láttuk egész életetekben, amik nem így néznek ki, hogy tüskék vannak benne, de vannak benne azért tüskeszerű dolgok, és aztán azokat hívjátok formásoknak. De ez egy másik történet, vagyis ez még később van. Ezekről beszéltünk egyik. Na most még... Igazából másfél órában számoltam, de egy órában azért ugrottam át itt dolgokat, de még a hullámnak egy másik fontos tulajdonságáról kell beszélnünk, mert amikor a Fourier, tehát egy másik dolog, hogy az Ancsi múlt héten megkérdezett rám, hogy lett egy intenzitás negatív. Mert hogy a Prát, az persze kiírja azt, hogy intenzitás lemegy nulla alá. És persze az intenzitás és a teljesítmény azok rokon fogalmak, és valóban egy hullámintenzitás, hát ezt mindig úgy határozzuk meg, hogy vagy az amplitúdóját mondom meg, vagy az amplitúdójának a négyzetét, de mindenképpen valami pozitív számot, mint hogy ezek nyomás hullámok. Tehát negatív nyomás az viszonylag ritkán áll elő. Hát azt nem tudjuk milyen. A nagy szívás, nem tudom. Tehát a nullánál nagyobb. A nullánál kisebb nyomás az nincs. Ennek megfelelően egy nyomás hullám amplitúdója sose lehet, meg semmi hullám az amplitúdója, mert az egy a nagyság, ez soha nem lehet negatív. De akkor hogy lehet az, hogy nem egy? Persze. Jó, ezt mindenki tudja. Akkor 10 pontosan kérdezik. Milyen kedves barátok? Az emberi érzékelésnek vannak beteg tulajdonságai. Hát ezt bizonyára nálam sokkal jobban tudjátok, hogy mint például logaritmikus. Tehát az azt jelenti, hogy az ingerület és az inger között egy ilyen függvény áll fönt. Gyakorlatilag ez lehet bármi, lehet fényesség, lehet hangerő, lehet hangmagasság. És például fényesség. Ugye a fényesség az egy jó példa, mert egyrészt fonetikusok vagytok, és talán ezt nem hallottátok ezerszer.
hangosabban? Valami van? Nem, abban hallás van. Ja, jó. Azt hiszem már azt nem mondta esetet el. Nem, de neked szólnék. Pedig ha elmondtad. Nem így. Pláne, még mit szeretnél ráruhálni? Szóval, mint hogy ti a decibeskát már eleve nagyon tudjátok, azt én tudom. De az emberi érzékelés alapjában ilyen. Például a görögök, ugye az ókori görögök is közötti történetnek, neki tényleg van helye, mert a görögök már fényesség szerint a csillagokat sorba rendezték. Elsőrendű, másodrendű, harmadrendű csillagok, görög eredetű szóval mind a mai napig magnitudónak hívják a csillagászok azt, hogy milyen fényes egy csillag. És a legfényesebb csillagokat emlelezték elsőrendű csillagoknak, és amikre úgy gondolták, hogy fele olyan fényes, azt másodrendű, vagy egy kevésbé fényes másodrendűeknek, még kevésbé fényes harmadrendűeknek. Aztán utána később lehetővé vált, hogy ténylegesen megmérjék a csillagoknak a fényerősségét, és kiderült, hogy amit a görögök úgy éreztek, hogy egy picit halványabb, az igazából kétszer halványabb volt. És így tovább. Tehát az emberi érzékelésnek vannak ezek a tulajdonságai, és ezt a magnitúdó skála, amit a görögök alkottak. Hát az a csak magasabb szinteken kérdezem, mert nem is érzékelni. Kérdezem a papot. Az evolúció úgy alakított ki minket, hogy amik a mi közelünkben vannak és fontos információt tartalmaznak, azokra érzékenyebbek legyünk, mint amik nem a mi közelünkben vannak. Most a mi közelünk az lehet úgy értve, hogy az a fényességtartomány, amire mi optimalizálva vagyunk, vagy az a hangerőtartomány, vagy az a hangmagasságtartomány, vagy akármi, ami túlélésünk szempontjából fontosabb, arra jobban legyünk kiélezve. Tehát, hogy voltak olyan emberek, akik, mert nyilván ezzel az is összefügg, hogy a nagyon halvány csillagokat rosszabbul látom. És mivel rosszabbul látom, innentől kezdve jobb, hogyha az érzékelésem azt követi le, hogy azt úgy tekintem, mintha nem is annyira látnám azt rosszabbul, csak egy kicsit halványabb, de én csak azt egy kicsit érzem halványabbnak. Na mindegy, bonyolult. De a lényeg az, hogy az érzékenységünk az nem kell, hogy mindenhol ugyanolyan érzékeny legyen. Vagyis hát ez jó mondat volt, nem mindegy. Nem kell, hogy mindenre ugyanolyan érzékenyek legyünk. Tehát, hogyha mindig ugyanolyan intenzitású inger, ugyanakkor a reakciót váltanak ki belőlünk, ugye ez az inger ingerület. Az ingerület az a szubjektív valami, amit érzek az inger hatására, és ez nyilván meghatározza az én viselkedésemet. És nem jó, hogyha minden esetben igaz, hogy mit tudom én, nyerek 100 millió forintot, akkor üvöltök egy nagyot. Hogyha nyerek 200 millió forintot, nem fogok kétszer nagyobbat üvölteni. Csak mondjuk 1,1-szer. Hipotézis. Hát gondolom, hogy nem. Mert ez egy tipikus egy olyan dolog, ami telítésbe megy, látod? Tehát most, hogyha a stimulus, tehát mondjuk engem azzal stimuláltok, hogy annyi millió forintot kapok, ami oda van írva. Hát 0-tól 20-ig, ameddig én lakást akarok vásárolni, az baromira érzékeny vagyok rá. Tehát lehet, hogy kétszer jobban örülök annak, hogyha... Mert arra a tartományra vagyok itt belőle. Tehát kapok 5 millió forintot, majd kiugrok, mint nem tudom miből, de 15 millió, ez tényleg háromszor jobban örülök neki, mert baromi jó, mert akkor már tényleg meg tudom venni a házam. De hogyha én vagyok a Bill Gates, és mondjuk az a kérdés, hogy mondjuk ma engem 80 millió vagy 100 millióval dobtok meg, hát örülök, de hát nem lehet egyenletesen arányos az én reakcióm rá. Tehát az ingerre, az én ingerületem, az evolúció sem nem stabil. Nem, amiből sok van, abból nem annyira érdekes, hogy kétszer annyit kapok, mint amiből kevés. Na, hát valami ilyesmi filozófiákat lehet odaállítani e mögé, de tény, hogy ugyanez igaz egyrészt a hangerősségre, tehát ha valamire azt mondom, hogy ez kicsit hangosabb, akkor az gyakran van, hogy ez már kétszer hangosabb igazából, ha leméri. És a hang magasságra is, ugye, amikor valaki énekel valamit, és akkor énekeltek rá egy oktávot, akkor az történik, azt ti pontosan tudjátok, hogy ez az első felharmonikus, ami megszólalt, tehát egy kétszeres frekvencia érték. És én, hogyha ráéneklek még egy oktávot, akkor az már háromszoros frekvencia érték. Ami vicces, mert én azt nem úgy élem meg,
vagy nem, bocsánat, nem háromszor, négyszeres, és ez a lényeg. Tehát ez a lényeg, hogy mindig annyi szorosra nő, holott én azt úgy érzékelem, hogy, hogy ugyanakkor a dolog, az ugyanannyi a... Ez már nem jön ki. Na, szóval azt mondom, hogy élem meg. Vagy legalábbis úgy tanítjuk, hogy ez ugyanaz a hangszer, és ez milyen jó. És tényleg, hát ez miatt van. Na és hogy ezt a hülye tulajdonságát lekövessük valahogy a mérőszámokkal, akkor megalkották a decibel skálát, ami tudja ezt a logaritmikus tulajdonságot, mint a Wiedler-Fechner-pszichofizikai törvény. Ja, az ez. Inger és ingerület közti logaritmikus összefüggés. Itt van sok szám, ezeket egyáltalán nem kell leírni. Csak beírtam a decibel szót a Google képkeresőbe, és ez jött ki. És, de az eleje az fontos, tehát a decibel egyenlő 10-szer logaritmus, 10-es alapú logaritmus a P1 per P2-nek, ahol a P2 az egy referencia intenzitás, azt én mondom meg, hogy mennyi. P2? Igen. És a P1, ez ehhez képest valaminek az intenzitása, tehát a kettőt elosztom, akkor így keletkezhet mindenképpen egy pozitív szám keletkezik, de ez a szám lehet egynél nagyobb is, meg lehet kisebb is, és akkor veszem a logaritmusát, 10-es alapú logaritmusát, ezt megszorzom 10-zel. Ja, nem, hogy ha intenzitásokról beszélünk, bocs, mert ezek még a nyomások voltak, P2, hogyha intenzitásról beszélünk, akkor 20-szal, mert ugye azt már elmondtam, hogy az intenzitás az a nyomásnak a négyzetéből ellenő, és hogyha a logaritmus mögött van egy négyzet, akkor kipattintatok elé egy 2-est. Így lesz a 10-ből 20, oké? Okay? Tehát, na, például van egy... Nem is nagyon kell, tehát a lényeg az csak annyi, hogy ez egy betegfüggvény, aminek a következő tulajdonságai vannak. Azt mondom, hogy ja, van egy nyomásérték, ami itt a levegőben van, és ehhez képest mi az a nyomás, amit növekedés, amit én a hangommal kiváltom ehhez képest. Ugye van a levegőben egy P, vagy egy pressure, jelölöm a nyomást, egy P, ez általánosan elterjedt valami. A levegőben van egy P0 nyomás, plusz én azzal, hogy a hangommal itt összenyomom a gáz részecskéket, csinálok hozzá még egy pici delta P nyomást. Mondjuk ez egy P lesz önök jelölöm inkább, jó? P0 meg delta P, és akkor megnézzük, hogy a P0 kezdeti nyomáshoz képest, ez, amennyivel én most ezt megnöveltem, tehát ez a P-vesző, ez hányszorosa a P0-nak? Nyilván nem sokszorosa, mert a delta P, ami nyomás különbségeket is létrehozok, a delta P, az sokkal-sokkal kisebb, mint a P0. Tehát az itt uralkodó 10 az 5-en pászkál, mit tudom én milyen nyomás, ami itt van a tengerszinten, ehhez képest az az icipici nyomásnövekedés, amit én azzal elérek, hogy egy picit összenyomom a gáz molekulákkal, az nagyon pici. Tehát éppen ezért ez a szám itten, ez alig lesz nagyobb, mint 1. Picit lesz csak nagyobb, mert a delta P sokkal kisebb, mint a P0. Oké? Okay? És éppen azért, mert ez csak egy picit lesz nagyobb, ezért szeretjük a logaritmikus skálát bevezetni, vesszük a logaritmusát, ami ugyanúgy egy számhoz egy konkrét egyenértékű másik számot rendel, ugye figyeljük, hogy milyen alakul függvény, tehát egy ponthoz egyértelműen hozzátársítok egy valamit, nincs olyan, hogy mondjuk befordul a függvény vízszintesbe, sose fordul be vízszintesbe, csak egyre laposabb lesz. De hát akkor miért ne vehetném a logaritmusát, akkor az ugyanúgy továbbra is egyértelműen meghatározza azt. A logaritmus definíciója, a tízes alapú logaritmust hívom, a következő a definíciója, van mondjuk egy B szám, ami felírható úgy, hogy 10 az A adikon. Oké? Okay? És ilyenkor azt mondjuk, hogy azt mondja meg ő, hogy hanyadik hatványra kell emelni a 10-et, hogy azt a számot kapjuk, ami itt van. Ezt így kapjuk meg. Ő az. Ez a logaritmus. És ugye a hatványoknak tudjuk, hogy milyen beteg tulajdonságai vannak. Tehát aki valaha már szorozgatott valamit, 10, 100,
ezer, tízezer, százezer, egymillió, stb. Tehát, hogy ezek itt veszettől gyorsan tudnak nőni ezek a dolgok. Tehát ez nagyon nem egy lineáris skála, de hát pont ezért jó. Tehát én tudom venni a nyomásoknak az arányát, vehetném ezt is, vagy, és akkor azt mondom, hogy a nyomásoknak az arányának a tízszerese. Na, miért vezették be a tízszeresét? Azért, mert ez egy hülyeség volt egyébként. Régen arról voltak táblázataik, hogy a tíznek mikor, a tízes alapú logaritmusról voltak valami jó táblázataik, mert tíz ujjuk volt. Nem csak tízes alapú logaritmus van, tehát ezt igazából helyesen így kéne írni. Tízes alapú logaritmus, most így egyszerűsítette, de mondjuk lehetne mondjuk kettes alapú logaritmus, vagy akármit kitalálni, ami megmondja, hogy kettőt hanyadikonra kéne emelnem, hogy ezt a számot kapjam, és ez például sokkal jobb lenne ehhez. De hát arról nem voltak táblázatai, úgyhogy ezért, hogy ezt így helyre tegyék, ezért még elé tartok egy tizet, hogy mégis normálisabb értékeket kapjanak. Tehát ők ezek. A nyomás arányokkal definiálom. Bocs, hülyeséget mondtam, ilyenkor ide 20-at írunk. És most azért ilyenkor ide 20-at írunk, mert így, mert ugyanez, csak 20-szal szorozták be. 20-szal szorozták be, bocsánat. De egyébként többféle definíció van. Ezt akartam... Ez ők 20-szal szorozták be a mit, tehát a ők és a mit. A tízes alapú logaritmus adott volna valami számot, ha csak azt vezetik be. Amikor a mértékegységügyi formák... És a decibel skáláról mondod konkrétan? Igen, a decibel skála. Igen. Okay. Tehát, hogy miért került ide ez az együttható, ami néha 20, néha 10, nem tudom, leginkább 20. De én mindenhol 10-re találkozom. Tényleg? Akkor még jó? Oké. 10 voltam ott. Attól függ, hogy mi van mögötte, tudod? Mert hogyha a nyomások arányaként írod le, tehát attól függ, hogy intenzitások vagy nyomások arányaként írod le. Mert, na és itt jön a logaritmusnak egy vicces tulajdonsága, azért habozok én itten, mert logaritmus akármi, az n-ediken, az ugyanannyi, mint n-szer logaritmus akármi. Tehát attól függ, hogyha mondjuk önnekik a négyzeteinek az arányát nézném, például ennek az arányára lennék kíváncsi, akkor 20 keletkezne, hogyha őt ide kipattintom. És ezért nem tudom, ezt majd akkor nézzétek meg, igazából lényegtelen. Abban a doksiban ugye úgy volt, hogy itt mind a kettő szerepelt, látjátok? Tehát 20-szer P1 per P2, nem tudom neki mi a P, szerintem neki a P nem a nyomás, mint nekem, hanem a teljesítmény, és ott meg 20 van az intenzitások arányaként. És ez így is van egyébként, mert a teljesítményről már azt elmondtam ma egyszer, akkor ez így jó, oké. A nyomás az intenzitás, akkor szerintem 20 kell oda. Viszont, hogyha teljesítményekkel írod le, ami tudva levő az intenzitásoknak a négyzete, akkor 10 kell. Oké? Ennek szellemében. Ez lényegtelen, tehát nem mindegy, hogy mi van mögé írva, csak ennyit kell érteni, hogyha valaminek a négyzeteinek az arányát nézed, akkor kipattan egy kettes mávis, és akkor a 10-ből 20 lesz. Tehát ezért mondom, hogy többféleképpen is lehet definiálni. Ez egyébként egy elektronika könyvből van, tehát és decens formulákról beszél, tehát nyilván van több is. És rengeteg minden van, de nem akarom föltartani senkinek az idejét, mert igazából tulajdonképpen folytathatjuk innen jövő héten. Lesz sok minden. Igen, de nem nagyon értelmes nézni, mert mindenféle elektronikai fogalmat behoz, például a Z-t, ami egy impedancia, tehát maximum az első sort nézzétek. És a P az valóban a power-t jelöli, tehát a teljesítmény. A teljesítményt, az valóban az I, ami neki áram, mert ő egy villamosmérnök, ő áramokkal foglalkozik, de ja, azért azt jelöli itt I-vel.
hogyha mi nyomásra írjuk, nyomásra definiáljuk a decibel skálát, akkor 20-as van ott, ha intenzitásra, akkor 10-es, mert az intenzitást a nyomás amplitúdó négyzetéből kaphatjuk meg. Oké? De az is egy fontos dolog, ez arra tök jó ez az ábra, hogy láthatjátok, hogy itt még van a teljesítmény, meg volt, azaz feszültség, meg amper, tehát a decibel skála az egy általános skála, nem hangerő skála, hanem annak csak az egyik alkalmazása ez. Tehát a villamosmérnökök orba szájba alkalmaznak decibel skálát mindenfélére. Bármi és bárminek az arányának, a logaritmusának a mit tudom én hány szorosát, az decibel skálának hívják. Ebben a kontextusban mit jelent? Hát igazából az egy kondenzátornak az ellenállása. Tehát az ellenálláshoz van köze. Ez ellenálláshoz van köze. És hogyha az akusztikai impedancia fogalma, az hogyan viszont ehhez? Vagy erről majd egyszer később kérdezik? Szerintem később is kérdezhetek. Mert ez egy érdekel. Jó, hát lehet erről beszélni, mert az impedancia, és ebben ennyibe hasonlít az akusztikai impedanciához, hogy amennyire én tudom, hogy mi az, hogy ez egy olyan fajta, hogy nem csak az ellenállást jelenti, mert az ellenállás az valami olyasmi, ami például csökkenti az amplitúdóját egy jelnek. Oké? Viszont az impedanciának olyan tulajdonsága is van, hogy fázist tol. Tehát nem csak azt változtatja meg, hogy milyen nagy a hupli, hanem hogy mennyire is van elcsúsztatva. Ilyen értelemben lehet valami közöset találni a kettő között, mert azt majd megnézzük, de nem tudom, hogy mit hívnak. Hát, hogyha a Helmholtz használta a rezonátoraihoz ezt a kifejezést ilyen értelemben, úgyhogy a Helmholtz rezonátorok körében találkoztatok arra, akkor lehet, hogy ez ugyanaz. De lehet, hogy csomószor van, hogy még remodellálják ilyen elektromos körként a beszédet. Jó, na akkor majd erről is lehet beszélni. Na aztán majd akkor mi lesz még? Most akkor ennek majd jövő héten elmondom a folytatását. Pici dolgokról, hangsebességről, hangsebesség eltöréséről, mit csinál a nyomás hullám, amikor nem olyan pici az eltérés a nyomáshoz képest, hanem nagy. És akkor jönnek a rezonátorok, és akkor majd ahhoz kell a videó. Meg jönnek a Helmholtz rezonátorok, ez mind a kettő a Helmholtz, csak azt mutatja az ábra, hogy megöregedett. És egy gyakorlásabb. Igen, de mind a ketten, mert rendkívül, végétképpen rendkívül barátságtalul néz a fényképészről. Hát egy óráról beszéltünk. Igen, meg abból még van egy négy óra. Igen. Ja jó, mert nem kezdtünk el egy hétkor. Jó. Ő miért mondta azt, hogy... Nem tudom. Nem tetszik neki valami. Jó, akkor vetítsünk diát, jó? Akkor folytatjuk. Jó. Akkor persze csak, ha van rá igény. Jó, akkor megverítek lehet. Addig erről lehet valamit beszélni, hogy a hang az egy nyomáshullám. Nyomáshullám bármiben terjedhet, ahol vannak részecskék. Jellemzően a levegőben terjed az emberek között a hang, de ez nem jelentkezt, hogy ne terjedhetne vízben például sokkal gyorsabban. Tehát vannak ilyen dolgok. Például a bálnák, azok kitűnően tudnak egymással beszélgetni, nekik óriási Helmholtz rezonátoraik vannak a két bálnáknak, akkor amint ez a szoba, tehát akkor a rezonátor üregei vannak, nagyon nem mondjuk a negyede, de akkor is, tehát ilyen nagy. És ez azért nagyon jó, mert olyan alacsony frekvenciájú jeleket tudnak gerjeszteni, hogy állítólag, hogy azon az alacsony frekvencián a tengervíznek az átviteli képessége az nagyon nagy, tehát az elnyelődés az minimális, és ezért a bálnák azok olyan földgolyóval összemérhető távolságokon tudnak egymással beszélgetni. És ez nagyon jó pofa. Nem akarok be, miért zavaró már, mint akkor megfélre hallgatni? Azt hagyod, hogy pletyizni akarsz a barátnak. Na és ez a vicc, hogy igen, mert a pletyizés az bonyolult, és ez a bálnák kommunikációjában nagyon benne van, hogy viszont a jelnek a futási ideje, a hang véges sebessége miatt hiába kitűnő a víz áteresztő képessége, de simán fél óra. Tehát addig elfog. Még több is. És azt akarod, hogy nagyon nagyon csendes utcán. Nem, a csendes utcán az sokkal több, tehát akár egy nap is lehet akkor.
Ugye hát mit tud gondolni bele, de hogy... De is közben nem csillapítódik le annyira. Ez az, hogy az annak tartalmányon nem csillapítódik le annyira, viszont a kommunikációkat úgy kell kialakítani, hogy ezt a késést ők vele tudják venni. Jó, és meg is figyelték, hogy a bálnák akár... Ez 4 óra múlva ott vagyok. Ez azt hiszem, hogy 10 perc vagyok. Akár 8 perc hosszú üzeneteket is tudnak küldeni, és aztán azt befejezik, és elkezdik előről, és lenyomják párszor tök ugyanazt, és egy ilyen szat azt lehet akár 8 perc. Tehát van benne rengeteg mondani való, nem tudjuk mit, de lehet látni, hogy tök ugyanazt a jelet, ami akár 8 perc hosszú mondat, vagy nem tudni. Lehet, akkor azt megint a válasz is. De ez tök jó, mert a bálnák azok már akkor kidolgozták azt a stratégiát, ami kommunikáció stratégiát. Igen, amivel most mi a próbálunk az IT-vel beszélgetni, vagy akár a marsjáróval. Mert ugye ott a fénysebesség van, nem a hangsebesség, de a mars az 15 fénypercre van legalább. Tehát a marsra elküldöm azt, hogy mozdítsd meg a jobb kereket, elküldöm a marsjárónak, az 15 perc, amíg odaér, és akkor ő jobb esetben megcsinálja, és utána elküldi, hogy ez hogy sikerült, tehát ilyen fél órás átfutási idők vannak. És ez bonyolult, és hát a bálnák az a vicc, hogy az evolúciós, hanem a bálnák azok úgy tűnik, hogy találkoznak ezzel a problémával. Na, hol van a tekla? Na, szerintem majd jön. Na jó, jó, oké. Akkor addig mondom. Tehát, egy biztos, hogy láttuk már ezeket a longitudinális hullámokat, ott azt a gyönyörű kis animációt, ezt kifeledhetné el, a piros rezgő izével. De mi van akkor, ha a piros rezgő izé az mozog közeghez képest, mint például ez a motoros. Én rajzoltam ilyen köröket, hát már lezöröltem, mert ilyen hülyeséget írtam fel helyére. De hogyha mozog, akkor ez azt jelenti, hogy akközött a két időpont között, hogy kiküldök egy oldalba taszajtást a levegő molekuláknak, közben odébb mászok. És akkor ez alakul ki, amit itt látunk, hogy nem egy koncentrikus körök mentén terjed a hang, hogyha a motoros mozog. Nyilván, hogyha szembe jön velem a motoros, akkor éppen ezért, mivel ő is egyre inkább jól felé van, amikor bocsátja ki a hullámfrontokat, a levegő molekulára. Nincs olyan levegő molekula, persze, csak nem tudom, hogy kell mondani. Levegőben. Darabkák. Levegő darabkák. Annyival tudom, hogy is az így. Ott fut a filatáskás fiatalember, és akkor jön szemben a hangerő. Vagy a motor hangja. És mi történik? Hát az ő fülébe, épp ezért, mert a motoros jön, ugye a levegőhöz képest konstans a hangsebessége, csak a motoros közben egyre jön, mint forrás. Éppen ezért, hát mi történik? Akkor ő azt tapasztalja, hogy összetorlódnak a hullámok, tehát gyakrabban érik el a fülét, tehát magasabb hangot kell. Hall. Miközben a sportos fiatal hölgy, aki áll, ő azt hallja, hogy hozzá meg éppen ezért egyre ritkábban érkeznek el a csúcsok. Ez a Doppler-effektus? Igen, ez a Doppler-effektus. Amit kiskoromban sosem értettem, hogy miért van az, hogy miért mindig a mi házunk előtt lassít le a mentőautó. Igen. Ez valamos. Ez nagyon jó. De lehet ezt fokozni, és akkor... Általában a motorosok szubszonikus sebességgel mennek, tehát lassabban, mint a hang. Ilyenkor tapasztaljuk a Doppler-effektust. Ezt mutatja be most a bal oldali Móriczka ábra, a bal felső. A középső az mutatja pont azt az esetet, amikor pont olyan gyorsan megy a motoros, mint a hangsebesség. Ha pont olyan gyorsan megy, az azt jelenti, akkor ugye látjuk, mi történik, azt jelenti, hogy ő hozzá képest, ő ugyanolyan gyorsan megy, mint a hangja. Tehát az összes hangerő kiadott, az mellette jön. És a repülőgépet szokták nem a motorosok áttörni a hanghatárt, ez egy nagyon vicces dolog. Mielőtt áttörték, úgy hívták, hogy ez a hangfal. Egy fal, mert azt tapasztalták, hogy amikor megpróbáltak hangsebességnél gyorsabban repülni, akkor eszméletlen durva dolgok történtek a repülőgéppel. Mert miért? Mert azért, mert minden hang, amit kiadott a szerencsétlen, gyakorlatilag összenyomta maga előtt a levegő molekulákat, gyakorlatilag föltornyosultak elé, tényleg mint egy fal. Minden hang, amit ő maga is kiadott,
gyakorlatilag ott volt körülötte, és hát mi egy hang, hát egy nyomás. Tehát egy összenyomás, levelüket nyomtam össze, mintha egy sokkal sűrűbb közegbe ment volna a szerencsétlen. Rengeteg levegő volt körülötte, sokkal sűrűbb, mint amire a repülőgépet tervezték, és akkor nagyon furcsa aerodinamikai effektusok történtek. Ezért aztán sokan meg is haltak. Aztán a csákék érdekű fazonnak a 47-ben sikerült elérni azt, amit a jobb ábrán látunk, a jobb felsőn, amikor már az van, hogy gyorsabban mozog a hullámforrás, mint a hanghullám. A középső ábrán ugyanolyan sebesség? Igen. Tehát, hogy pont akkor így van. Így van. Ezért van az, hogy az összes hangja vele együtt megy, tehát ha megnézed, itt az összes kör egy pontban érinti, egy más pont ott, ahol a csóka van. Kiadja a hangot. Utána gyorsabban megy. Na most ezt a Mach-kúpot, amit itt a jobb oldalon látunk, ezt úgy hívják, ez azt jelenti, hogy ő már nem hallja a saját hangját. Éppen azért volt az a hang, amikor az összes valaha általa kiadott hangot hallotta egyszerre, és azt a sebességet átlépte, az a hangrobbanás. Mindaz, ami feltorlódott, és éppen átlépte ezt a sebességet, akkor történik ez. Onnantól már nem hallja az ember a repülőn a hangsebesség fölött, például a motornak a hangját, ha csak nem a karosszéria rezgéseink keresztül. De nem, tehát hogyha nem lenne az ember körül egy pilótafülke, akkor persze lerohadtulnak az arcbőr, meg minden, de egyébként nem hallanak a saját hangunkat. És nem csak azért, mert sűvít a levegő, hanem egy elvileg sem. Oké? Okay? És akkor ezekben az esetekben gyorsabban repül már a gép, mint a hang. Ez nagyon jó pofa, amit a bal alsó ábrán látunk, hogy ezt a Mach-kúpot konkrétan lehet látni. Mert a kúpnak a palástja mentén, ahol összenyomódnak a levegő részecskék, ez jó, levegő részecskék, úgy tudod, levegő részecskék összenyomódnak, akkor a nyomás lesz, olyan sűrűre összenyomódnak a, például a víz részecskék a levegőben, a vízgőz, hogy kicsapódnak. És ezért ott gyakorlatilag egy felhőszerűség jelenik meg, ilyen kúpalakban körülötte, ahol ez a nyomásfront van. Ezt látjuk itt egyébként ezen a képen. De most ez tipikusan az, ami a hétköznapi életben nem fordul elő, csak arra is akartam mutatni egy példát, hogy van ilyen, hogy sok wave, hogy nyomás, ilyen sok lökéshullám. Amikor a részecskék bizony, mint itt a repülőgép előtt feltornyosuló részecskék, igenis, akkor a nyomáskülönbség éri őket, hogy összenyomódnak és mennek velünk együtt. Van anyagtranszport. Itt van ilyen. Beszédben meg ilyen egyéb ilyen pici nyomású folyamatokban nincs ilyen. Nincs ilyen, hogy egy részecske a hullámforrással együtt megy. Oké, ők már voltak. Egyébként én, bocsánat, lehet, hogy csak lemaradtam, de ennek az áttörés az pusztán annyi, hogy egyszerűen gyorsabban kell menni, mint a hangsebesség? Csak ez azért nehéz. Nem, csak hogy így vagy belemerülni, amiről lemaradtam. Csak azért nehéz, mert ilyenkor összenyom. Ugye a hangsebesség az annak a sebessége, mi definiálja a hangsebességet, az definiálja, hogy a részecskék sebessége, amivel oldalba taszarintják egymást. Most, ha én gyorsabban megyek, mint a részecskék saját információ átviteli sebessége, akkor az azt jelenti, hogy a részecskéket összenyomom magam előtt. És mivel összenyomom magam előtt, ezért gyakorlatilag arra kényszerítem őket, hogy tehát gyorsabban mozogjanak, mint ahogy ők tudnak, összenyomom őket. Nem hagyom őket úgy, mint a rendes hullámok esetében, hogy utána szépen kiboltakozzanak, igen, mert egyszerűen nem hagyok nekik időt, mert az ő karakterisztikus idejük, hogy oldalba passzorítsák egymást, az egyszerűen túl nagy ahhoz képest, amivel én azt mondom nekik, hogy most tömörüljetek, és éppen ezért nem tudnak szétoszlani. Igen, és ezért mondom, ez az a nagy rettenetes hangfal, tehát ez egyszerűen hangzik, hogy gyorsabban repülünk, mint a hangfelcsorjuk, de éppen ezért ez nehéz, mert egy új dolgokat hozott be az, hogy mintha egy falnak lennél neki. Na most, persze, a hangsebességet nem 1947-ben törték el először, hanem a magyar betyárok ezt naponta áttörik,
mert azért pattog az ostor, mert a vége az már gyorsabban megy, mint a hang. És azok pici hangrobbanások. De nem is a betyárok voltak az elsők, mert a régészek kiszámolták, hogy a Diplodocus dinosaurus, amikor védekezett, egy nagy, hosszú nyakú növényevő izé, óriási hosszú farokkal, és azért volt neki nagyon hosszú farka, hogy mint egy ostort oldalba tudja vágni az őket támadó állatokat, és arról is kiderült, szimulációk szerint, hogy az is átlépte a hangsebességet, tehát ilyen szuperszonikus dinoszauruszok átlépeztek. Több hasonlóval ezelőtt. Szóval bekerül a dinoszauruszok. Hát ez is egyfajta konklúzió. Anakronisztikus egy kis. Igen. De biztos, hogy szuperszonikus. De akkor ez szuperszonikus. Hogy kellett a nagyobb energia, hogy ez ne az legyen, hogy bele robbannak ebbe a falba, hanem áttörjék? Így van. Tehát ez egy rakétarepülőgéppel sikerült először a Chuck Yeager nevű fazonnak. És hát akkor 47 volt, 1947. Rengeteg sikertelen próbálkozás volt. Persze tök titkos volt az egész projekt. Rengeteg repülőgép darabja hullott szanaszéjjel a Új-Mexikóban 1947-ben. Nem véletlenül akkor keletkezett a Roswelli pontot, mert hát valahogy egyszerűbbnek tűnt a haditengerészetnek első körben azt mondani, és leadtak egy nyilatkozatot, hogy egy repülő csésze a helyzetre. Aztán utána ezt módosították meteorológiai ballonra, ma persze már tudjuk, hogy egy ilyen repülőgép volt, amivel próbálták áttörni a hanghatárt, de az korábban nem jött össze. És a fiatalembernek kicsit felpuffadt a feje. És ezért aztán persze kicsi zöld emberkének lehetett nézni. Na mindegy, persze a hulláját csak. Nem. Ilyesmiről is lesz szó, ez az álló hullámok témaköre. Nagyon jó pufa dolgok. És a furiék, ez csak térképtörténelemként került bele ismét, mert ez nincs sok közre, csak mondom, meg hiányzott egy kép. De majd lehet, hogy jövő évre találok a viszertet, mondjuk egy kis kacsát. Dino. Vagy egy dino. Jó, akkor az lesz. Hát a Helmholtz jelenfejlődését mutató ábra, ez is lesz. De szerintem ebben már akkor nem fognék bele, mert ez megér egy külön történetet. Nem tudom, ez jó valamire? Egy nagyon jó. Az nos. Jó. Hát akkor köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. És akkor a találkozásaink hát.